Elindult az idei strandröplabda szezon a szekszárdi családbarát és élményfürdő pályáján. Az előző évekhez hasonlóan a Vitás Sport és Szabadidő Egyesület hirdette meg a bajnokságot, aminek a helyszíne ez alkalommal a strand volt, de lesznek megmérettetések Domboriban is. Volt olyan versenyző, aki csak egy éve űzi ezt a sportot, de most úgy döntött, hogy összeméri tudását más csapatokkal is. Jöttünk hárman, mert ez az első versenyünk így strandon, és gondoltunk, megpróbáljuk, hogy fog menni, és azért jöttünk. Bár amatőr bajnokság volt, azért akadt olyan nevező is, aki több éves rutinnal rendelkezik ebben a sportágban, így maga biztosan állt a pályára. 7 éve röplabdázom, ez lesz a 8. év. A testnevelő tanárom mondta, illetve nála láttam először, hogy milyen ez a sportág. Teremben kezdtem, most már csak strandon játszom, Dunaújvárosban a Röplabda Akadémián. Játszottam egy országos harmadik és egy országos első helyet be is zsebeltünk, de most már csak strandröplabdára koncentrálok a párommal, Bonyhádi, és én pedig a Vitában edzek kedden, illetve péntekenként kiváló edzőinkkel. Szabadságérzetet ad, és egy nagyon egyszerű játék, bárkivel lehet játszani, elég hozzá két fő, egy pálya, és igazából bármikor, bárhol nagyon jó. Életkorban, tudásban nem volt megkötés, viszont a szervezők kategóriákra osztották a versenyre jelentkezőket. Most úgy jött össze a mostani versenyre, hogy van egy lány csapat kategória, háromfős lánycsapatokkal, van egy vegyes páros kategória, itt van 6 darab vegyes páros, egy fiú és egy lány alkotja a csapatot, és van egy fiú kategória, ahol csak fiúk állnak a csapatban. Hát, 3 pályán játszunk, külön lesznek a lány, külön van a lánymezőny, külön a vegyes és külön a fiúmezőny, mindenki játszik mindenkivel, és így fogunk eredményt hirdetni. A szekszárdi strandröplabda szakosztály tavaly nyáron indult útjára, azzal a célra, hogy népszerűsítse ezt a szabadidősportot a fiatalok körében. Egy évvel teltével sem csökkent az érdeklődés a röplabda iránt, jelenleg 30 utánpótlás korú fiatal jár edzésekre és vesz részt versenyeken. Télen benn voltunk a Babics iskolába, ott mentek az edzések, és az idén nyáron az lesz a feladat, hogy keresünk egy nagyobb termet, mert azt kinőttük, hogy hol tudjuk folytatni szeptembertől a teremedzéseket. Hosszú távú cél, hogy Szekszárdon egy fiúcsapat el tudjon indulni szekszárdi bázissal. Herczig Gábor azt is hozzátette, aki tanulni, fejlődni, vagy egyszerűen csak mozogni szeretne, akkor minden kedden és pénteken 17 órától a szekszárdi strandröplabda pályán lehetősége nyílik erre.